minket a Hungária körútról, a 201. MTK Ferencváros örök rangadóról, persze a Ferencváros MTK leosztások is benne vannak, tehát a 201. örök rangadóról, amire, amit hallottuk, készültek az MTK-nál egy retro szereléssel. Egyébként van egy, hát nem is megállapodás, csak az FTC részéről úgy reagáltak erre az MTK kezdeményezésre, hogy akkor viszont ők a tavaszi mérkőzésre fognak készíteni egy hasonló ilyen mezt, és akkor ők fognak ilyen mezben pályára lépni, és ebből hagyományt fognak csinálni, hagyományt fognak teremteni, és mindenképpen érezhető egyébként a két klub vezetése szintjén mindenféleképpen, hogy valamilyen módon igyekeznek erősíteni és ápolni azt a fajta sportbarátságot, ami ugye azért már 200 mérkőzésen keresztül kialakult. A Ferencváros összeállítása a képernyőn, ugye a Fradinál nincs se sérült, se eltiltott, az MTK-nál csak Kálnoki kis az, akire nem lehet számítani. Úgyhogy kérdés, hogy ebben az összeállításban milyen szellemben futballozik majd a Ferencváros, de ahogy láthattuk a Győr ellen az Üllői úton, nagyon rég nem lehetett látni egy ennyire pozitív értelemben, agresszívan, támadó módon, igazi fradi szívvel játszó csapatot. Az MTK összeállítás, ugye Kálnoki kis hiányzik a védelem közepéről, de egyébként kompletnek mondható. Két olyan játékos van, Vukmir és Wolf, akik korábban játszottak egyébként a Ferencvárosban. 5. perc tehát, Böde várja a Józsi szögletét. Hegedűs ott volt biztosítani, de a felsőléc fölött hagyta el a labda a játékteret. Még a nap is kíváncsi a meccsre, mert kikandikált a felhők közül. Ottan indul el. Itt hosszú a labdája, de sikerül még ott a szögletzászlónál megállítani. Még mindig ott a labda. Épp, hogy elment a labda Jenner mellett. 9. perc, kapta József a labda mögött. De a rövid sarokhoz. Gyakorlatilag Jova kezéből sikerült kirúgni a labdát. Jól láttam, Gyömbér volt az. Jova csak kiütni tudja, és óriásit véd Jova, fekvő helyzetben el tudta ütni. Itt volt már a labda, szöglet, óriási volt ez, Jova a földön volt, Vukmir azonnal visszatette a labdát, és Jova valami hihetetlen bravúrral kitarrázta a labdát. Kicsit sántikál Wolf, kért tőle elnézést. Na nézzük még egyszer, itt egy picit, mint a bizonytalan lett volna, Vukmir azonnal vissza, és Jova még valahogy a földről összeszedte. Ugye Wolf ott ütközött vele, és Jova még fölpattant. Nagyon nagy helyzet volt, közben itt a szöglet. Wolf teszi le. Jó a visszaforduló csel. Csiki, gól, vezet az MTK. 10. perc, Csiki a gólszerző. Nem kellett most sokáig várni a gólra, úgyhogy említettem, 64. percben született azon a meccsen, de amúgy is az MTK-ra nem az a jellemző, hogy gyorsan szereznek gólt a meccsek elején. Most azonban ez így történik. Hát akik azt várták, hogy sok gól lesz ezen a meccsen, most dörzsölhetik a tenyerüket. Hiszen joggal lehet rá számítani, de ez az utolsó. Wolf kiteszi a labdát Csikinek, aki szépen visszahúzza. Megpattan valaki Jova pehére. Nézzük, talán innen többet látunk abból, hogy pontosan mi az, amit Jova látott, vagy nem látott. Igen, otten, Márk otten teszi bele a lábát, fogja is a fejét. Könnyen lehet, hogyha nem teszi bele a lábát, akkor ezt Jova tudja hárítani. Csiki újra. Olegurítás, Zsidai. Rossz átadás, aztán visszakerült Vadnaitól Józsihoz. És Józsi meg is indulhat, Jenner mutatta az üres területet maga előtt, de lábhoz kapja a labdát, így nem tud menni lendületből. Jenner még, Jenner lövi el. Nem volt nehéz dolga Hegedűsnek végül. Jenner. Böde vissza. Józsi Böde elé, nincs les, és Hegedűs kitorrálsza. Úgy láttam, hogy valamelyik védő beleért. Szomália van még ott, és sikerül kivágni. Az eddigi talán legnagyobb ferencvárosi helyzet, de nincs belőle gól. Hegedűsnek is nagyot kellett gyújtózkodni. Na nézzük, ez nagyon szép játék. Józsi Böde elé, és ott még valamelyik MTK játékos, igen, Zsidai volt az, aki szerintem belepiszkált. Nézzük még egyszer az imént, igen, ott van, sikerült hozzáérni a Zsidainak. Alempijevics, Jonescu maradt a földön, de Vassai Viktor
joggal adott előnyszabályt. Jenner a másik oldalon. Wolfram viszi rá, Jenner keresi a lövőhelyzetet, meg is találja, Hegedűs középre paskolja a labdát, szerencsére Hídvégi volt csak ott. Jenner inkább lágyan, és Szomália mellé csúsztatja, Szomália vagy Alempijevics, a két Alempijevics fogja a fejét. Én nézzük majd még egyszer, úgy láttam, mintha Szomália csúsztatott volna. Nézzük csak, igen, Alempijevics kimozdul. Igen, a Szomália volt, Alempijevics csak az események közelében volt. Esetleg azért fogta a fejét, hogy mert ha Szomália nem csúsztatja el, akkor lehet, hogy neki jobb lett volna. Otten vissza, Wolf. Böde. Böde még mindig keresi a lövőhelyzetet. El is lövi, Hegedűs kitolja oldalra, Szomália. Hegedűs hét lábbal még mindig ott a labda, és ezt elöklözi a kapus. Még ezt sem merte megfogni érdekes módon. Így aztán még mindig ott a lehetőség, és még mindig Jenner. És most már Elonnak Kelemen. Itt van Böde, nagy lövés. Hegedűs kitolja oldalra, Szomália érkezik, de addigra talpon volt, Hegedűs lábbal kivédte. Szorongat az FTC. Az MTK nagyon beszorul a saját tér felére, a kontrákat pedig nem tudja veszélyesen végigjátszani. Itt az iménti nagy lehetőség. És azért hazai pályán illene az MTK-nak egy kicsit offenzívebben játszani. De nincs láruk a labda, ami meglepő. Hiszen az MTK fociára pont a rövid passzos labdatartásos játék a jellemző. Jenner, Ionescu, Böde, Böde benne a falban, Böde szépen fordul be, Zsidai valahogy ott terem fekve, és itt van az egyenlítés, itt van a hiba, mert Józsira már nem jutott ember, a 37. percben egyenlít a Ferencváros, ennyi helyzetből már benne volt a meccsben, hogy előbb-utóbb valaki nem fog odaérni, előbb-utóbb ott marad egy üres ember, előbb-utóbb úgy csorog majd le egy labda, hogy abból gól lesz, és ez most történt meg. Ionescu visszateszi, Böde bent a falban, ott Zsidai még becsúszik, de Józsinak nagyon nincs embere, és pont úgy, ha nem is túl erősen, de elcsordogál, elpattog, el gurul a labda, hogy nem éri el Hegedűs, de még befér a kapuba. Böde szépen teszi vissza, Józsi egyből, szép gól. 1-1. És már ott van a 16-oson belül, és elfejeli a labdát. Józsi húzza tovább, Szomália viszont rossz helyre Zsidainak, aki még nem tud passzolni a másik oldalra Csikihez. Kanta pörgeti be a labdát, nincs les. Csiki, 2-1! Elképesztő a két csapat közötti különbség. Az MTK szinte minden helyzetét gólra váltja, és hiába egyenlített óriási munkával a Fradi, megint az MTK vezet. 44. perc, 2-1! Csiki második gólja a mérkőzésen. Összes előtt eddig 2 a bajnokságban. Most ezen az egy meccsen 2. Nem volt les, az biztos, pont Besics volt az utolsó ember. Nagyszerű volt Kanta labdája. Igen, említettem, hogy jól leveszik a pályáról a két irányító játékost, viszont ha csak egy pillanatra is szabadon hagyják őket, és Ionescunak is volt már nagyon jó passza a meccsen. Tehát amint egy pici levegőt, kis teret kapnak ezek a játékosok, tudnak adni ilyen passzokat, amiből aztán gól van. 2-1. Megint kapaszkodhat a Fradi. Szomália. Levágódik a labda. Azt hitték a fradisták, hogy Besics szabálytalan volt, de nem. Egyszerűen csak Kassai Viktor lefújta az első játékrészt. Az iram lehetne nagyobb, de azért összességében nincs ok. A panaszra sokan várták, hogy sok gólos mérkőzés lesz. Nos, az első 45-46 percben 3 gólt láthattunk a mérkőzésen. Főleg a Ferencváros dominál, sokkal, de sokkal több helyzetet kialakítottak. Ám továbbra is küzd a Fradi a kis problémájával, hogy rossz a helyzet kihasználás. Itt egy rossz passz Vadnainak, itt becsúszva próbál menteni. Szomália viszont a lelkesedésével visszaszerzi a labdát. Józsi. Jenner próbál befordulni. Böde. Böde ballal. Talált el jól. Kanta. Kanta tartja meg is, Könyvest indítja, ott nem vele szemben.
Könyves nagy lendülettel szépen kerülte meg Mark Otten, könnyen be lehetett csapni a holland játékost. Jova bravúrosan ért le oda. Wolf. Próbálkozott, Szomália szereli. Egy kis fekvő fotball, Szomália. Orosz. Orosz ellövi. Orosz. Orosz szépen, Szomália. Ivánovics, két ember között bújik be. Kukmir óriási védőmunkát végez, és végül Hegedűs rúgja ki a labdát. Újabb csere, Pericsél majd már Otten helyére. Tehát abszolút egy befejező csatár, egy középső védő helyére. Szomália. Wolf mellett Szomália. Nem jutott előrébb. Orosz. Orosz ellövi, el is suhan a labda a lábak között. Alepjevics. Jenner. Jenner megy el. Idvégivel szemben Jenner. Beadja a labdát. És ott a gól. Oda a gól szerző. Hát az első fél időben sem sikerült kibekkelni. És a másodikban sem sikerült kibekkelni. Megint visszaütött az. Kétszer is visszaütött az, hogy az MTK ennyire átadta a területet. És másodszor sem sikerült kibekkelni, és az a Böde Dániel a gólszerző, aki nem játszott igazán jól ezen a mérkőzésen, inkább csak küzdött, mint jól focizott, de azért a gól mindig benne van a játékában. 2-2. Jenner dicsérni kell, mert szépen ment el, és Wolf ezúttal messze volt Bödétől, és Böde nem is könnyű pozícióból, hiszen visszafelé kellett mozognia, de fejjel megszerzi az egyenlítést. 2-2. És hiába röpül Hegedűs, ezt nem lehetett elérni. Jenner nagy dicséret illeti. 2-2. Közben megy a játék, és a Fradi nyilván megpróbálja a győzelmet is megszerezni. Az MTK-nak ez csatár nélkül nem lesz könnyű. Csukics távoli lövése. Azonnal megváltozik a Fradi tábor hangulata itt előttünk. Itt van még egyszer Jenner beadása. Nikházi, illetve Por Patrik Szomáliára figyelt, Bödének meg nem volt embere. Kukmér fejjel, Szomália pont telibe trafálta az egyik MTK védőt, ha jól látom. Vadna itt így van. A bajnoki ranglista harmadik helyezekének az otthonában egy döntetlen, egy idegenbeli döntetlen, az nem rossz eredmény, de a Fradi olyan sok helyzetet kidolgozott ezen a meccsen, és olyan nagy a labdabirtoklási fölény az MTK-val szemben, hogy nyilván győzelem is benne lehet a mérkőzésben, ezért nem álltak be, sőt, Jenner majdnem meg is szerezte azt a bizonyos győztes találatot. És inkább az MTK az, aki őrzi, bár Ugyai László azt mondta a meccs előtt, hogy tulajdonképpen nem lennének nagyon bánatosak egy döntetlennel, mert a Ferencváros nagyon jól játszott a Győrrel. Ott itt ülő ferencvárosi szurkolók vitatkoznak rajta, és miért sörös dobozok és szendvicsek repülnek a pályára. A középen, és Hidvégi a gólszerző, hát ez egészen hihetetlen, egészen hihetetlen. Alig volt az MTK-nak helyzete, és a Ferencváros nem tudja a végét kihúzni. Hát nem is tudom, mikor jártak utájára jobb a kapujánál, most meg aztán pláne minden repül a pályára. Szó volt róla, hogy mind a két védelem gólképes, de hát ez főleg ezen a meccsen a Ferencváros védelmére igaz. Jova próbál beszélni a többiekkel, Hidvégi pedig a gólszerző. Hidvéginek volt már egy gólja egyébként ebben a szezonban, nem volt les. Hidvégi ott van, át tudja venni,
és belövi. Itt a belőtt labda. És Jenner, ugye Jenner jött vissza, tehát Jenner nem is hátvéd, és nem tudta megoldani. 3-2. Ricardo Moniz üvölt, hogy menjen előre Jova. Jova robog is. Ott szaladt ki a képből. Nincs mire hátul maradni. Besic lövi előre a labdát. Pont Jova felé. Alempijevic. És Vukmir, aki a mezőny egyik legjobb játékosa, most beleteszi a fejét. De még jöhet a 9. Ferencváros szöglet. 9-2 a szöglet aránya Ferencváros javára. Ez még mindenképpen belefér, hiszen a gól után sokáig állt a játék. Van-e még egy fordulat a meccsben? Orosz szöglete. Jova volt ott, Jova esik egy nagyot, de hát ez semmi. Még visszajön a labda. Megint Jova felé, Jova megcsúsztatja, és nem jutnak lövéshez. Röde volt ott, de nem jutott lövéshez. És üres a kapu, üres a kapu, Könyves, Könyves, és begurul 4-2 a 94. percben. Könyves elrúgta üres kapura, Kassai Viktor meg lefújja a mérkőzést, az MTK játékosok egy kupacon, Jovának természetesen előre kellett mennie, és ez visszaütött, de hát nyilvánvalóan kockáztatni kellett, Kassai Viktor pedig lefújta közben a mérkőzést. Hát, ahogy mondtam, sokan olvastam, sokaktól hallottam, hogy sok gól lesz ezen a meccsen, végül is 6 gólt láttunk, nagyon fordulatos meccs, ott volt Böde, nem jutott lövéshez, Vukmir volt az, aki ezt megint megakadályozta, Jova robog vissza, majdnem tud szerelni, Könyves tisztára játsza magát, és elrúgja, és nem látszott egyértelműen, hogy bemegye vagy nem, de bement végül is, 4-2 a végeredmény. Mindenképpen örök rangadóhoz méltó volt ez a meccs, fordulatos, nem volt mindig nagyon nagy színvonal, sok volt a hiba, Ferencváros birtokolta a labdát, leginkább ők játszottak a labdával, az MTK bekelt, és nagyon úgy nézett ki, hogy ráfáznak arra, hogy ennyire feladták a támadó futballt. Tehát a ferencvárosi hátsó alakzat hibái hozzá segítették őket. De ez nem is a negyedik óra gondolok, hiszen az már ugye 19-re alsót húzott a Fradi, és nem jött be, ennyi erővel lehetett volna 3-3 is. Sokkal inkább a harmadik gól volt elkerülhető. Köszönjük szépen, Józsi György áll itt mellettünk, a Ferencváros csapatkapitánya, aki gólt is szerzett a mérkőzésen, és hát nyilván nagyon csalódott, hiszen az utolsó percekig úgy tűnt, hogy ez a mérkőzés csak a Fradié lehet. Én is úgy éreztem, hogy nagyon jó mérkőzés játszottunk. Sajnos ezen a mérkőzésen is elkövettünk olyan hibákat, hogy az ellenfélnek odaadtuk a labdákat, és abból sikerült neki gólt rúgnia. Hát nehéz egy ilyen mérkőzésen mit mondani, talán az, hogy ilyenkor igazságtalan a futball. Igen, a végén ugye az edző is mindent megpróbált, Ricardo Moniz, tehát visszavitt titeket a védelembe, lecserélte Otteneket, támadó szellemű játékosokat cserélt mind a hármat, és hát úgy tűnt, hogy be is válik. Igen, átálltunk 3 védős rendszerre, egy-egybe voltunk hátul, nyomtunk is rendesen, de hát ilyet, hogy talán az MTK 4-szer rúgott a kapunkba, és minden 4 gól, hihetetlen. És hogy alakulhatott így a végén elsősorban, tehát ez a bal szerencsének köszönhető? Elsősorban, vagy inkább a hibáknak? Hát nem tudom, minek köszönhető, de azt tényleg, hogy hibáztunk a góloknál. Tehát ez van, nem tudom most mit csinálni. Itt van már Ricardo Moniz, a Ferencváros vezetőedzője, Máté Csaba segédező segítségével. Tolmácsoljuk majd a nyilatkozatát, a reakcióját. Hát nyilván nagyon bosszús, mert a végén a Ferencvárosnak állt a mérkőzés. Hele Westrijd dominiert a vej. Ben je kwaad over de, ja, hoe verloopt de wedstrijd? Nou, je bent kwaad dat je door individuele fouten weer 2 goals weggeeft. En dat is elke week het geval. Bosszus azért, mert egyéni hibákból kaptuk a gólokat, ez rendkívül bosszantó. Maga részéről mindent megtett, hiszen lehozta Otteneket, 2 védőt is lehozott, Józsékat visszaállította a helyükre, és 3 abszolút támadó szellemű cserét eszközölt, és úgy tűnt, hogy igaza is lesz. U hebt heel veel gedaan om de wedstrijd te winnen. Verdedigers gewisseld, veel aanvallers speelden daar. Leek dat lukt en toch lukte niet. Waarom? Dat je te weinig individuele klasse hebt. Kijk, je ziet 1 keer dat Jenner zijn man uitspeelt en een bal perfect aansnijdt, tweede paal. Nou, dat is individuele klasse, maar daarin ontbreekt het nog voorin. En zeker ook vanaf het middenveld. En dan kan je een compacte muur nooit slopen.
Tehát nagyon fontos, hogy egy ilyen zárt védekezés ellen az egyéni villanások azok legyenek meg a csapatnál, ahogy a Jennernek meg volt itt a végén ennél a beadásnál. Ilyenekre van több szükség, középpályáról több veszélyt kell jelentenünk a kapura, illetve a kapu előtt veszélyesebbnek lenni. Akkor tudunk még eredményesebbek lenni, ha ez elől megvan. Köszönjük szépen Ricardo Moniznak és Máté Csabának, sok sikert kívánok a Ferencváros.